Sziasztok! Ma volt a tavaszi ülésszak első napja, volt bizottsági ülésünk is, gazdasági bizottsági ülés, és volt plenáris ülés is. A gazdasági bizottság elé került a Zebra Minimum nevezetű projektünknek a ügye. Ez egy új állomása ennek a dolognak. Azt szeretnénk elérni, hogy a zebrák sokkal biztonságosabbak legyenek, mint ahogyan eddig. Biztos tudjátok, elképesztő mennyiségű baleset, sajnos sokszor halálos baleset is történik zebrákon. Ezügyben nyújtottunk be határozati javaslatot, és csodák csodájára a Fidesz nem söpörte le, hanem egy albizottsághoz sorolta, ami elméletileg nem biztos, hogy baj. Ott szakmailag kicsit vitatkozunk a dologról, és aztán újra a gazdasági bizottság elé kerül, és hogyha úgy alakul, akkor talán a parlament is szavazni fog róla. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és őszintén szóval nem is tudok olyanról, hogy a Fidesz bármit is átengedett volna az elmúlt két évben a bizottságokból, úgyhogy ez egy jó hír. De nem minden sikerült ilyen jól, a gazdasági bizottságban sem. Mivel teljesen elszállt a forint, hiszen tudjátok, 340 forint most már egy darab euró, és hát az infláció is az egekben, arra azt indítványoztam a gazdasági bizottságban, hogy Matolcsi György jöjjön el és magyarázza el, hogy hogy történhet ez, és mit teszünk azért, hogy ezek a folyamatok a visszájukra forduljanak. Idézőjelben természetesen a fideszes többségű bizottság leszavazta ezt a kérésemet, így nem tudhatjuk meg, hogy mit tervez a kormány. A plenáris ülésre Orbán Viktor nem jött el, úgy tűnik, hogy a dunaújvárosi vereség az annyira rosszul érintette őt, hogy nem mert bejönni a parlamentbe, nehogy szóhéje a ház elejét. Sajnos bejöttek viszont a kollégái, akik tovább folytatták az elmúlt időszak cigányellenes kirohanásait, úgy tűnik, hogy komolyan gondolják azt, hogy a következő hetekben, hónapokban ezen a trekken fognak menni. Ez önmagában is gyomorforgató, de tekintve az ország helyzetét, hogy mennyi más egyébként komoly probléma van, ez még súlyosabb. Természetesen képviselőtársaimmal mindent meg fogunk tenni, hogy ebben a kérdésben normálisan tudjunk megnyilvánulni és az igazságot szolgáljuk, mint pedig azt is megpróbáljuk elérni, hogy olyan ügyekkel is foglalkozzon a parlament érdemben, amik valódiak, amiket nem a kormánymédia gerjeszt, és amik minden állampolgárt egyformán érinteni, a béreket, a nyugdíjakat, az egészségügyi ellátást, az oktatás ügyét, és sajnos még sorolhatnám tovább azt a rengeteg ügyet, ami megoldásra vár.